Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a farmos kiegészítőt fogjuk megnézni. Már nagyon vártam ezt a kiegészítőt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lett. Nem sok videót néztem meg, csak az előzetest ezzel kapcsolatban, illetve jött ki egy új frissítés is, ami mindenkinek elérhető, és abban is rengeteg jópofa dolog van, úgyhogy mind a kettőről fogunk ma beszélni. A mai videóban a karakterkészítős elemeket fogjuk megnézni, és majd egy következő videóban megnézzük az építős dolgokat, illetve megint csak egy következő videóban majd játszani fogunk, de igyekszem minél gyorsabban hozni ezeket a videókat, mert én már nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lett ez a játék. És beszéljünk egy kicsit a frissítésről. Kijött egy frissítés, ami mindenkinek ingyenes a játékához, és elég sok minden van benne. Van benne most már egy pocsolya készítő, amivel pocsolyákat tudunk készíteni ilyen föld alakító eszközökkel, ugye azokkal lehet most már majd a pocsolyát is majd lehet megjük nézni, hogy hogyan lehet, illetve, de lehet, hogy ezt, hát nem is tudom, lehet, hogy még ezt megnézzük ebben a videóban, illetve most már van ilyen csoportos főzés, a gyerekek is tudnak főzni, ami szerintem nagyon-nagyon klassz, és nem csak, hogy főzni tudnak már a gyerekek, hanem a kertben is tudnak kertészkedni, ami szerintem megint csak nagyon klassz. Illetve van még egy olyan módosítás, hogy most már a galériában fogjuk látni, hogyha valami úgy épült, hogy be volt kapcsolva a Move Objects csaláskód, és be tudjuk kapcsolni ezt a csaláskódot, mielőtt lerakjuk az építményt, hogy ne tűnjenek el belőle dolgok. Van még egy ételrendelő szolgáltatás, aminek az a neve, hogy Zoomers Food Delivery. Úgyhogy a frissítésben is egész jó dolgok jöttek be, de most már nézzük meg ezt a kiegészítőt, mert nagyon-nagyon kíváncsiak, és lehet, hogy akkor még a kesznek így a végén gyorsan megnézzük, hogy mik ezek a frissítések. Tettem le két karaktert régebbi sorozatból, hogy meg tudjuk nézni, milyen dolgok érkeztek. Úgyhogy kezdjük a női színmel, arra már nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon sok új hajunk van, illetve a frissítéssel is jött be kettő darab új haj, úgyhogy lehet, hogy még azt is meg fogjuk nézni, hogyha megtalálom. Van egy ilyen kis... De cuki! Egy ilyen kis sap is. Ez nagyon cuki. Aj, de kár, hogy a sapka színét nem lehet így külön változtatni, mert még egy picit furcsa a textúrája a hajnak. De nagyon jól néz ki ez a kis sap is haj. És akkor van sapi nélkül. Nagyon jó. Kevés a jó kontyos hajunk van, és ez nekem most nagyon tetszik. Van egy ilyen. Ó, de aranyos ezzel a kis masnival. Ez nagyon cuki. Ez is nagyon tetszik. Szerintem klasszul néz ki ez a haj is. Nézzük meg egy másik színben is. Van még egy ilyen sap is. Érdekes, úgy látszik, hogy akkor két stílust is hoztak be, mert az egyik az inkább ilyen farmos, a másik meg valamivel elegánsabb, ilyen kis sap is. Tetszik. Ez nincs sapi nélkül, mert amúgy, ha be lehet, hogy van ilyen hajunk sapi nélkül. Van egy ilyenünk. Ez de cuki, ez nagyon tetszik. Szép szerintem itt a hajvonal is, meg aranyosak ezek a kis cofok. Remélem, hogy ez kislánynak is elérhető, mert szerintem ez kislánynak nagyon cuki lenne ez a haj. Van egy ilyen kontyos. Ez is klassz. Igen. Van egy ilyen rövid fiúsabb hajunk. Aztán van egy... De aranyos az a haj is. Igen. És van egy hosszú, frufrús haj. Meg kell mondjam, ez annyira nem. Ez annyira nem tetszik nekem, mint a frufru van, ahogy furán néz ki meg. Bár még lehet, hogy van olyan szín, amelyik neki jól fog állni ez a haj. Még az is lehet. Ó, ez nagyon tetszik, ez a kendős. Szerintem a kendősöket fogom választani, mert látom, hogy két kendős is van, különböző színben, de ugyanaz a haj. Oké, ez a haj, ez nagyon-nagyon tetszik, szerintem ezt fogom majd választani a karakternek, akit lehet, hogy akkor most majd el fogunk készíteni. De most leveszem róla ezt a hajat, mert lehet, hogy csapik is vannak, és akkor azt nem biztos, hogy kendős hajon jó megnézni, hanem nézzük meg ezen a hajon, ez is nagyon tetszik. Nektek melyik haj tetszik a legjobban ezek közül? Bizony, hogy vannak sapkáink, méghozzá négy darab új sapka jött. Pedig ez olyan, mint egy lovaglós sapka, most komolyan, miért csinálják ezt? A másik is teljesen olyan volt, mintha egy ilyen lóversenyre készülnének, azt én meg nem értem, hogy
Miért raknak bele ilyen sapkát, amikor meg lovagát nem is adtak hozzá? Hogy lehet láma futató versenyt tartani? Nem tudom. De komolyan mondom, ez teljesen arra hajaz, hogy egy ilyen lovagló sapka nagyon-nagyon tetszik. És ezzel a haja kifejezetten jól néz ki. Nagyon klassz ez a sapik. Mert lehet, hogy még Sherlock Holmesnak is elmenne egy hasonló sapka. Na jó, nézzük a következőt. Van egy ilyen. Ó, ez nagyon aranyos ez a sapka. Ezt valami nyári ruhával el tudnám képzelni. Nagyon tetszik. Van egy ilyen virágos. Hát, nem tudom, itt valahogy egy kicsit teljesen eltakarja, de mondjuk lehet, hogy ennek is van. Van itt a szemét szinte eltakarja, de lehet, hogy ennek is van létjogosultsága valamikor, amikor olyat szeretnénk, hogy takarjon egy kicsit a sapek. Jól néz ki ez is azért. És van még egy ilyen. Ez aranyos, csak így a tetején nem tudom. Itt valami, mint egy kicsit hiányozna. Nem? Ti nem érzitek úgy? Azt hiszem, ez az első kettő, ez volt a kedvenc. Nézzük meg a kiegészítőket is. Van néhány fülbevalónk is, amit nehéz lenne ezzel a hajjal megnézni, úgyhogy akkor gyorsan lecserélem a haját. Van egy lámás fülbevalónk. Ez nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon klasszul néz ki. Szerintem a kendős hajjal még tudna is működni ez a kis láma, mert ott ki van takarva a füle. Van egy ilyen napraforgósunk is. Szerintem nagyon jól néz ki. Van egy epres. Van egy szemüvegünk. Ó, de jó ez a szemüveg. Nagyon tetszik. Nyaklánc. Ezek hasonlóak, csak ez egy kicsit hosszabb. Nem túl sok színben van, illetve ez csak ebben az egy színben van. Nézzük meg, hogy van-e smink, bár most itt azt nem jelzi, hogy lenne újdonság. Nincs. Akkor még azt gyorsan megpróbálom megnézni, hogy a frissítésben szereplő hajakat megtalálom-e. Van. Ez az új haj, ami a frissítéssel érkezett. Wow! Jól néz ki amúgy ez is. Szóval van egy ilyen hajunk is. Érdekesen néz ki vele. Most levettem róla a kiegészítőket, és akkor nézzük meg a ruhákat. Rengeteg sok felsőnk van, és van azért alsó rész. Most rárakok egy ilyen nadrágot, csak hogy legyen valamivel próbáljuk majd a ruhákat, a felső részeket. Tetszik ez a nadrág, szóval jól néz ki. Van egy kabátunk, az nagyszerű, meg elég kevés kabát van ugye a női szemeknek a játékban még mindig. Hát ezzel a nadrággal annyira nem illik össze ez a kabát. De ebben a sárga színben egészen tetszik. Van egy ilyenünk. Aztán van egy kardigán. Megint csak egy kabát. Ez megint csak egy kardigán. Hú, ez nagyon tetszik. Ez milyen színekben van? Van minta nélkülibe is. Most ezt levesztük innen, mert ez zavaró. Eddig ez tetszik nekem a legjobban. Van egy ilyen pulcsi. Na, ez is nagyon tetszik. Van olyan, ami... Hát más mintásban van, meg van ilyen, amin egyáltalán nincsen semmi. Lehet, hogy ennek a színnek az alakjához nem ez a legtökéletesebb, de tetszik. Vagy lehet, hogy a nadrággal nem annyira működik. Van egy ilyen felsőnk is. Ez elég sok színben van, és egyiken sincsen minta. Van még egy kardigán, meg még egy kardigános. Aztán, vagyis egy ilyen mellényes kardigán. Aztán van egy kabát megint itt lejjebb. Egy pulóver. Ú, ez is nagyon tetszik. Ez is jól néz ki, és ez van minta nélküliben mondjuk. Van minta nélküliben is. Jó, ami a legjobban tetszett, az ez volt, úgyhogy most ezt fogom rajta hagyni. Az a baj, hogy amúgy ez egy tínédzser karakter, és lehet, hogy azért néz ki egy kicsit furcsábban néhány ruha rajta. De most jöttem rá. Lehet, hogy érdemesebb fiatal felnőttön nézni. Aztán van egy szoknyánk. Van harmonizáló színben ehhez a felsőhöz. Van egy kis nadrágunk. Ez van farmer színben is. Nekem amúgy tetszik ez a kombó így. Van egy ilyen nadrágunk.
Ez is van harmonizáló színben? Igen, lehet ilyen harmonizáló szettet készíteni. Van egy ilyen szoknyánk, na hát ez nagyon passzol ez a farmos kiegészítőhöz. Van egy ilyen közepes hosszúságú szoknya, kockásban, de van minta nélküliben is. Ez a nadrág, amit már láthattunk. Klassz ez a nadrág, és jó sok színben van. Van egy ilyen nadrág. Érdekes. És egy ilyen. Ez van harmonizáló színben ezzel a felsővel? Valószínűleg ez nincs. De egy feketével szerintem nagyon jól tud mutatni, úgyhogy az teljesen jól harmonizál. Nézzük meg a kiegészítőket. Van egy zoknink. Szerintem nagyon jó. Aztán, mondjuk lehet, hogy nem ez a nadrága, van egy kesztyűnk, de jó kertészkedéshez egy ilyen kesztyű, szerintem nagyon klassz. És van egy ilyen virágos karkötőnk. Ez is jól néz ki, tetszik. Ez csak ilyen mintásban van amúgy ez az okni. Nézzük meg a cipőket. Van egy túra bakancsunk, nagyon klasszul néz ki, és nagyon szépek rajta a részletek. Van egy gumicsizmánk, tökéletes kertészkedéshez. Még egy rövidebb gumicsizma. Egy magas sarkú cipő. Nagyon klasszul néz ki. Egy másik magas sarkú. Nagyon klasszul néz ki, nagyon tetszik ez a stílus. Van egy szandál is, illetve egy magas sarkú még. Hát, ezt tetszett a legjobban, úgyhogy ezt rajta hagyom, amíg megnézzük az egyberuhákat is. Hát lássuk az egyberuhákat, van belőle bőven. Hát ez nagyon aranyos. Milyen színekben van? Az Alice Csodaországra emlékeztetett, most így hirtelen csak a színek azok nem passzolnak hozzá. Aztán van egy ilyen, ez nagyon tetszik, mert a feketében annyira ez most nem. Ezt viszont el tudtam volna képzelni egy mintásban. De ezekben a színekben is tetszik. Itt a mintás! Na, tessék, hát pont így gondoltam. Tetszik. Van ilyen mintásban is, meg ilyenben. Van egy ilyen kényelmes otthon is szerelés. Kockás ruha. Ez csak kockásban van, ez nincs minta nélküliben. Ez is egy ilyen kertészkedéshez szerintem passzoló ruhácska. Ez meg a buliba menős ruha. De tetszik, ez nagyon jól néz ki. Ez van olyanban, ahol nincs rajta a minta, mert viszont ez most úgy tetszene. Van olyan, amin... Hát ez most micsoda? Ez ananász akar lenni? Nagyon tetszik! Ez nagyon tetszik. Ezt akár el tudom képzelni, hogy elmennek ebbe a tinédzserek a valami buliba, vagy akár egy ilyen bulizós ruhának. Viszont itt sajnálom, hogy itt nincs olyan, ahol... a fekete... És a fehér verziója. Nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Ez a fekete, ez kifejezetten bulizós ruhának el tudom képzelni. Van egy ilyenünk. Van egy ilyen csatos ruhácska is. Ezeket általában nagyon szeretem amúgy használni. Úgyhogy az is lehet, hogy majd egy ilyet be fogok állítani. Van ilyen rókásban, meg nem rókásban. Ez nagyon tetszik. Van egy ilyen ruhácska. De jól néz ki. Aztán... Szintén egy ilyen kapcsos, de ruhában. Hát ez nem tudom, egy kicsit furcsán néz ki rajta. Pedig szerintem a karakterünknek jó alakja van, de... Nem tudom, kicsit furcsán néz ki rajta valamiért. Aztán van egy ilyenünk, napraforgós. Lehet, hogy ez amúgy idősebb színeknek van például. Ez nem tudom, hogy ez micsoda ez a brosz itt rajta. És ez az utolsó. Szerintem van köztük nagyon sok klasszul sikerült ruha. Úgyhogy nézzük még meg, hogy van-e új életcél.
mielőtt azt elfelejtem. Van egy új életcélünk, méghozzá kertgondozónak mondanám talán. Szeretne minden állatkával a legjobb barát lenni, és gondozni a kertet. Hát, valószínűleg ez lesz majd az életcél, amit fogok választani. Tulajdonságunk van-e? Van. Oda van az állatokért. Ez a laktózintolerant? Ez volt már eddig is. Ez most nekem így újnak tűnik, de nem tudom, hogy ez ezen a kiegészítővel jött be. Vagy nem. Gyorsan nézzük meg a kislány karaktert is. Wow! Várjunk, várjunk. Most nem jól vagyok kijelölve. Igen, most már jó. Hát csodálkoztam volna, hogy ennyi van. Igen, van ez a hajacska sapka nélkül. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon jó, hogy kislányoknak is elérhető. Van ez a haj, amit mondtam, hogy kifejezetten szerintem kislánynak jól mutatna. És most mi történik? Majdnem nem tudtam kijelölni ezt a hajat. Találtam egy bagot a játékban. Igen, aztán van egy ilyen. Talán ez inkább kisfiúnak mutatna jól. Szerintem nézzük meg, hogyha kiékszelem. Aha, kisfiúknak lesz még kettő extra. Van ez, és ez. Van egy ilyen haj. És ugyebár ugyanez csak a kockásban. Klassz, mert amúgy nekem ez a haj tetszik a legjobban, és örülök, hogy a kislányoknak is ez elérhető. Négy új egyberuhánk van, van egy ilyen méhecskés, egy kapcsolós nadrágos, hosszúban is, és van még egy ilyen kertészkedős ruhánk. Egy darab nadrágunk van, ez, és van mint a nélküliben is. A felsők közül ez, ami rajta van, már egy új felső. Jó, nincs más nagyon a fiúknak. Így sincs más a fiúknak. Van egy ilyen kabát. Van egy ilyen masnis felső. Úgy látom, hasonló színekben érhető el, mint a felnőtt címnél, tehát össze lehet akár öltözni. Aztán van egy ilyen felsőnk, egy kis gombás, egy pulóver, ami csak csíkosban van. Viszont nagyon tetszik ez a csíkos. De nem jól néz ki. Illetve van még egy ilyen, szintén csak napraforgós, illetve van napraforgó nélküli pulóver is. Cipőkből egy van, mégpedig egy gumicsizma, és akkor haladjunk tovább gyorsan a Toddlerre is, nézzük meg azt is. A Toddler is megkapott elég sok hajat. Neki is van ez a haj, nagyon klassz. Szerintem nem is nagyon volt olyan hajunk, ami ennyire hosszú lenne a Toddlerhez, vagy talán kevés. Van ez a haj. Ez is. Ez a kis cuki. Lehet akár, hogy mindegyiknek ugyanolyan haja legyen a családból. Van a fonót haj, de jó, hogy ez van a toddlereknek. Végre olyan jó hajakat kapunk a toddlerekhez is. Illetve ugye ez a két fiúsabb haj is elérhető a toddlereknél. Nézzük csak. Vannak ruhácskák, nem is kevés, nem is kevés. Van egy ilyen nyuszisunk. Van egy ilyen sárga kockás, ami kocka nélküliben is elérhető. Kapcsolós nadrágos. Van egy kis tehénkés, ami lehet akár virágos is. És van egy rókás, ami lehet akár csibés is. Vagy akár minta nélkül is lehet. A felsők közül van egy ilyen aranyos. Ezzel megint csak össze lehet akár harmonizáltatni a felnőtt szimmel. Van egy ilyen, egy kis táskás, egy béka táskás. Milyen táska van még a békán kívül? Malacos, van koalás, van rókás, meg macis. Ez nagyon cuki. És van egy ilyenünk is. Ez nagyon cuki. De cuki ez a felső. Nagyon édi. És akkor van két nadrágunk, az egyik, ami már most rajta van. Szerintem nagyon helyes. Illetve van még ez a hosszú. Hát, végre tudunk ilyen elegánsabb toddlereket készíteni a játékban, mert ezek szerintem nagyon jó ruhák, ami most bejöttek a toddlernek. Illetve ez az egy cipő van itt is. Haradjunk tovább a férfi karakterre, most már csak ez van hátra. Ugyanis a fiús ruhákat már megnéztem a kislányoknál.
És van alapvetően három haj a fiúknak. Van ez a göndör. Szerintem kifejezetten jól néz ki. Van ez. Illetve van egy ilyen hajunk is. Nem is rossz. Nem tudom, hogy van-e olyan haj, ami még működhet egy fiúnak. Igazából én el tudom képzelni majdnem bármelyik. Ott a legkővel. De amúgy csodálkozom, hogy ez nincs a fiúknál. Szerintem ez abszolút működik a fiú karakteren is. Nem tudom, hogy ez miért maradt ki innen. Van új arcszőrzet is? Létezik? Van! Két szakál. Nem is rossz. Nem is rossz. Az egyik ugyanolyanok, csak az egyik egy kicsit ilyen őszesebb. Nagyon jól néz ki vele. Aztán a sapkák. Ó, wow. Igen. Ez ugyanaz, mint a lányoknál volt ez a kettő. Ez az új. Ez nem volt a lányoknál. Egyre jobban néz ki ez a karakter, igaz? Itt nincsen semmi újdonság. Aztán nézzük a ruhákat. Kezdjük itt is a felsőkkel. Van egy kabát. Egy kardigános felső. Egy egyszerűbb felső, ezzel a nadrágra egész jól mutat. Ez nagyon jól néz ki, szerintem ez a mellényes. Nincs kevés mellényes volt amúgy a játékban, úgyhogy örülök, hogy raktak be, mert volt, amikor kerestem ilyen mellényes felsőket, és nem találtam egyet se. Van egy ilyen pulóverünk. Aztán van egy ilyen rókás pulcsink. Ez nagyon cuki, ezt a gyerekek miért nem rakták be, pedig olyan aranyos. Aztán van egy ilyen pulóverünk. Igen, nem néz ki rosszul, mondjuk nem tudom mennyire harmonizál ez a kék ezen a... Hát nem is tudom milyen színű felsővel. Illetve van egy ilyenünk is. Egy ing, ami virágos, de van virág nélküliben is. Lehet, hogy nála is át kéne állítanom, hogy felnőtt legyen, mert hát, hogy jobb. Van egy ilyen, hát ez talán kabát, talán pulóver valamelyik a kettő közül. Ez a szín amúgy tetszik. És ez az utolsó, ez a kockás felső. Úgy látom, hogy ez a kockás is mindenhol visszaköszön. Mondjuk hagyjuk rajta ezt, és nézzük meg a nadrágokat. Önből kettő van. Ez az egyik. És ez a másik. Ez hasonló, talán ugyanaz. Ugyanaz, mint a lányoknál. Ehhez mondjuk van valami jó kis cipő. Itt a gumicsizma a rövid. Szerintem ez így egészen jól néz ki. Mehet is már horgászni. Itt van a bakancs. A fűzős bakancs, és a másik gumicsizma. Nézzük meg az egyberuhákat, amiből van néhány, de nem olyan sok, mint a női karakternél. Hát ez pont ezzel a csizmával lett szerintem kitalálva. De jó, ez nagyon tetszik. Tetszik, amikor ennyire sok részletet hoznak egy ruhába. Ez nagyon tetszik. Ez mi? Valami láma futtató verseny lesz most komolyan? Már másodszorra van ilyen versenybírós szerelés, meg az a lovaglós sapka, meg a kis oldalsapka, ezek komolyan mondom olyan, hogyha valami láma futtató verseny lesz majd, vagy lenne. Erre a lóversenyre szoktak ilyeneket felvenni. Aztán van egy ilyen. Van egy ilyen kertészkedős, ez nagyon tetszik, ez nagyon tetszik. Aztán van egy ilyen. És hát egy ilyen lazulós otthonra, ez is nagyon jól néz ki szerintem. Egészen megváltozott a karakter ahhoz képest, hogy hogyan indult. Annyi időnk most nem maradt, hogy elkészítsem a karaktereket is, majd ezt egy másik videóban fogom megtenni. Nézzük meg gyorsan még a frissítéseket. Leteszek két gyerek szímet, így random, csak hogy meg tudjuk nézni meg egy női szímet. Van egy új városunk is a játékban, ugye ez a kiegészítőben érkezett. Így néz ki az új városunk.
van egy ilyen csirkés terület, van egy ilyen szakállas terület, meg van egy ilyen, hát nem tudom, hogy ez mi, ez gombás. Itt van egy park. Ez micsoda? Ez mi? Mindegy, az még kiderül, hogy az micsoda. Itt van egy bár. 8. Hú, nagyon sok ház van ebben ezen a térképen. Nagyon-nagyon sok házikó van, amit mi ki tudunk fizetni, az vagy egy teljesen üres, vagy ez a házikó itt, vagy ez a házikó itt. Ezeket tudjuk megfizetni alapvetően. Most egy ilyen üreset, nem is egy üreset fogok választani, egy olyat, ahol tudunk főzést próbálni, akkor legyen ez. Vannak kihívások? Húha. Vannak itt újdonságok, lehet, hogy érdemes lesz majd utána nézem, hogy milyen újdonságok vannak ebben a kiegészítőben. Mi történt itt? Ez micsoda? Mi az a notebook? Igen, ez áthelyeződött, de ez a frissítésre jött be, nem pedig a kiegészítővel. Na hát akkor nézzük azt a pocsolyázós dolgot, még mielőtt tovább megyünk itt bármivel is. Na, ez micsoda? Vannak kihívások, és ez hol vannak ezek a kihívások? Elvileg itt van, legalábbis itt mutatja. Nézzük már meg, hogy milyen kihívások vannak. Itt vannak. Ó, de most ezek a trécek is, és a challenge-ek is. Ja, hogy ezek most külön vannak. Aha, tehát vannak challenge-ek, hogy ez mennyire challenge-nek számít, hogy jönnek majd pókok a lakásban, vagy el van átkozva, vagy büdi a lakás, vagy nincsen áram. Ezeket amúgy már ismerjük. Egyszerű élet. Na, ez egy nagyon érdekes, ez az egyszerű élet, ez azt jelenti, hogy úgy kell főzni, hogy minden hozzávalót, ami a főzéshez kell, azt magunknak kell megtermelni. Ez amúgy nagyon tetszik. Ez a szellemes, vulkános, illetve van egy ilyen rókás, hogy jön a róka ellopni a tyúkokat, gondolom. Na, kapcsolok egy napot. Nem jól kapcsolom, még mindig nem, most már jó. Ugye itt van ez. Ezzel lehet csinálni ilyen mélyedéseket, és ezt lehet feltölteni vízzel. Ott a víz. Vizet oda. Mi? Akkor hogyan? De nem már azt hiszem, hogy ez így működik. Hogy működik akkor ez? Kacsákat is lehetne belerakni. Csak nem tudom, hogy hogy kell megcsinálni a... Nem egyértelmű nekem, hogy hogyan kell akkor megcsinálni. Hát én nem tudom, mit csinálják rosszul, ezzel a... Nem tudom. Mert elvileg így kell csinálni. De majd írjátok le nyugodtan, hogy mit csinál... Most mi történt? Hát ez így nem engedte. Mi? Hát nem csináltam semmit másként. Ugyanezt csináltam eddig is. Most hirtelen megengedte. Én ezt nem értem. Mit csináltam? Átléptem, elindítottam és visszaléptem, és azért? Hát ez egy nehézkes feladat ez a pocsia. Pedig mennyi minden jópofa dolgot lehet rárakni. De ez mi? Most ilyenkor mi van, hogyha ilyeneket rakok rá? Ez micsoda? Kacsát már nem enged rárakni. Menj innen akkor. Kacsát akarok. Nem lehet kacsát rárakni. Hattyú! Jó, most mi van, hogyha ezeket ráraktam? Akkor lesz benne? Ne! Nekem kell a kacsa. Adj egy kacsát. Ezeket most levesszük. Nem kell a hal, meg semmi. Ad a kacsát. Ne! Most ez komoly. Ó, hát ez nagyon cuki. Ez nagyon-nagyon aranyos, hogy kacsákat lehet rárakni. És mi volt még itt? Hattyú? Lehet krokodilt is? Ó, hát ez nagyon tetszik. És ez amúgy a frissítéssel jött be. Úgyhogy ez mindenkinél van, aki még nem vette meg a kiegészítőt, annál is kell, hogy én krokodilt, ezt most így nem tudok. Adjad a krokodilt. Meg akarom nézni ezt is. Benne van, de
Elbújt. Azt nem látom. Lehet, hogy az alján van. Na, nem akarsz kijönni megmutatni magad? Oké. Hát, ugye van még ez a főzős dolog. Most nem tudom, hogy ez hogy működik. Tehát a gyerek most tud főzni. Ez a... szolgáltatás. Ó, bevásárlást is lehet kérni. És akkor lehet venni mindenfélét. Illetve van még ez a másik, ez a Zoomer, ahol már kész kajákat lehet rendelni házhoz. Ugye ez még mindig csak a frissítésre jött be. Úgy látszik, hogy magától egyedül főzni nem tud, de tudnak együtt főzni a gyerekekkel. Tehát magától a gyerek egyedül nem tud főzni, viszont tudnak főzni közösen. Jó, hát akkor most már csak egy dolog van hátra, hogyha esetleg volna itt valamit le lehet ültetni, hogy megnézzem. Ah, de jó, ide lehet ugye ültetni, és lehet venni rögtön magukat is. Hát nekem ez nagyon fog tetszeni, ez a kiegészítő, mert most látom. Most csak lerakjuk, és megnézzük, hogy egy gyerek el tudja ültetni. Mentál skill kell ahhoz, hogy el tudja ültetni? Komolyan? Mert... úgy látszik, hogy még nem elég okosak, hogy elültessék. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik vannak még ebben a kiegészítőben. Ugye most megnéztük a karakter kiegészítős dolgokat, illetve a frissítésbe belenéztünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és nagyon hamarosan igyekszem jönni a következő résszel, ahol megnézzük, hogy milyen építős dolgok jöttek a játékba, illetve az utána a következő résszel, ahol pedig játszani fogunk, illetve még karaktereket is kéne készíteni. Nem tudom, hogy milyen karaktereket készítsek, ezen elmélkedem, hogy legyenek egy gyerekek is, lehet, hogy úgy kéne, hogy most lesz gyerek is, meg felnőtt is, mert a gyerekeknek is azért most ez így elég érdekes, hogy tudnak már főzni, igaz, egyedül nem, de azért tudnak, illetve tudnak már kertészkedni, és úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen dolgok jöttek még be a játékba. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!